Sziasztok! Még jó, hogy azt mondtam a múltkor, hogy nem nagyon fogok vlogolni, erre most így gyakorlatilag egy hónapon belül ez már a második vlog, de nem ez lesz a tendencia, csak az a helyzet, hogy most lett egy ilyen szabad szombatunk, ugyanis a gyerekek anyukáméknál vannak. Egyébként nem lettek volna most ott, csak az a helyzet, hogy én bejelentkeztem fodrászhoz, és úgy volt, hogy a férjemmel lesznek a gyerekek, csak aztán a férjemet beosztották ma estére dolgozni, így nem tudott volna itthon lenni a gyerekekkel, szóval én nem tudtam volna elmenni fodrászhoz, ami egyébként nem akkora tragédia, csak olyan régen voltam már fodrásznál, hogy nem tudom, hogy mikor voltam. Azt hiszem talán valamikor tavaly. Na mindegy, és akkor anyukám mondta, hogy hát miért nem viszem el hozzájuk a gyerekeket, és akkor el tudok menni fodrászhoz, meg a férjem is el tud menni dolgozni, meg a gyerekek is jól érzik magukat ott, úgyhogy így hát lett egy ilyen szabad szombatunk. Hát már ráfér a hajamra egy frissítés, szerintem az így jól látható. Mert hogy tényleg valamikor tavaly nyáron voltam utoljára fodrásznál, tudjátok, ilyen hajvágó szalomba mentem, ahova így bejelentkezés nélkül lehet menni. Jól levágták a hajamat, mármint hogy a fazonja az így jó lett, és úgy jöttem el, hogy tetszik a hajam, viszont nem tudom, hogy mivel mosták meg, vagy mit kentek rá, vagy mit csináltak vele, de utána a hajam hetekig, sőt inkább hónapokig nem tért magához, iszonyatosan száraz volt, meg ilyen szöszölődős, meg valahogy teljesen más volt a tapintása, mint korábban, szóval borzasztó állapotban volt a hajam néhány hónapig. Egy nagyon kedves barátomhoz fogok menni. Egyébként azt hiszem, hogy nála már egyszer vlogoltam, de az is nagyon régen volt, szerintem kb. 2 éve. Mindegy, most megint hozzámegyek, egyébként Ágikának hívják, és ha minden igaz, akkor utána belül majd kajálni is valahova, szóval egy ilyen kis csajos délután lesz, de előtte még elmegyünk, azt hiszem, vásárolni. Aldiba megyünk, ugye? Igen. Jó. Szóval az Aldiba megyünk, és igazából nem tudom, hogy mik a további tervek a napra, azon kívül, hogy délután én el fogok menni fodrászhoz. Na mindegy, hát tartsatok velem, ha van kedvetek, aztán meglátjuk, hogy mi fog kisülni ebből a vlogból, az biztos, hogy jó lesz a hajam a végére. Ja, még azt elfelejtettem, hogy amúgy vettem föl előre 2 videót, szóval a következő 2 videóban még a régi hajam lesz. Ez így ne legyen majd furcsa nektek, csak gondoltam, szólok előre. Na, megvolt a bevásárlás, és meg is reggeliztünk. És most gyorsan kiteregetek. És aztán utána elmegyünk vásárolni, mert hogy nagyon izgalmas és fontos dolgokat kell venni a férjemnek. Zoknit. Tudjátok, ilyen titokzoknit. Vagy nem titokzokni, hanem de az titokzokni, nem? Ami nem lóg így ki nagyon a cipőből. Szóval elmegyünk zoknit venni, meg fel kell adnom 2 darab csomagot a Foxpostban. Mert ugyebár nem telhet el vlog Foxpost nélkül. Aztán ebédelünk valamit, és azt mondta a férjem, hogy elvisz majd engem a fodrászhoz autóval, hogy ne kelljen BKV-znom. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Mármint nyilván kibírtam volna, ha BKV-znom kell, csak annyira nem bánom, hogyha nem kell ebben a melegben. Akkor a Montparkba menjünk? Na, elindultunk zoknit venni. Dead program. És ha már a H&M-be megyünk, akkor viszek magammal egy szatyor, ilyen használt ruhát, mert hogyha minden igaz, akkor már újra le lehet adni náluk ilyet, legalábbis múltkor, mikor egyszer voltam ott, akkor láttam újra ezeket a gyűjtőket. Délután 2:30 van, úgyhogy én elkezdek készülődni. Dobok fel valami kis sminket. A férjem csendes pihenőzik, mert hogy ő tegnap éjszaka is dolgozott, meg ma éjszaka is dolgozni fog, úgyhogy most kihasználja, hogy
nyugodtan tud egyet aludni délután, hogy nincsenek itt a gyerekek. Én meg sminkelek. A hajamot azt összefogtam, mert hogy kifésültem, így hogy fodrászhoz megyek, és ha a hullámos hajamat kifésülök, akkor az vállalhatatlanul néz ki. Tényleg is el ne felejtsem, hogy akarok vinni sütit Ágikának. Hogy mit, azt nem mondom el, mert ha minden igaz, az lesz majd a következő videóm. Egy eléggé egyszerű, de nagyon-nagyon-nagyon finom süteményt, vagy inkább tortát csináltam, természetesen cukormentesen, és rohadt jó lett. Úgyhogy viszek belőle Áginak is. Amúgy nem reklám meg semmi ilyesmi, de csak mondom, hogy ez a L'Oréal Infallible 24 órás freshwear alapozó, ez valami zseniális. Ezt használom most már gyakorlatilag hetek óta, és imádom. Viszek sütit is! Remélem nem csopfad szét, amíg odaérek.
Konkrétan a videó szerkesztése közben vettem észre, hogy elfelejtettem elköszönni, úgyhogy ne haragudjatok. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, legyen szép napotok, és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok!